Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. November 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. A kapcsolati erőszak bántalmazottjainak összehangolt munkával segítenek a hatóságok és a szervezetek itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. A részletekről később mutatjuk a teljes kínálatot. Állatvédelem, ivartalanítási akcióra kaptak támogatást szervezetek. Jubileum, 70 éves az évszázad mérkőzése. Áldozatsegítés, a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. 5 millió forinttal támogatja a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány a kelet-magyarországi állatvédelmet és a szaporító telepek elleni fellépést. A támogatást az Állatvédők Érdekvédelmi és Szakmai Szövetsége, mint ernyőszervezet kapta. Az összeget a vármegye gócpontjain ivartalanításra fogják fordítani. A magyar állatvédelem korábban 500 millió forint támogatást kapott a miniszterelnökségen keresztül, amely az országos állatvédelmet helyezte fókuszba. Most egyedi támogatási kérelmet nyújtott be az Állatvédők Érdekvédelmi és Szakmai Szövetsége. Mivel pontosan látjuk, érezzük, ebben dolgozunk nap, mint nap, hogy mekkora problémát jelent a folyamatosan állatvédelem látóterébe kerülő kóborállatok, problémás állatok, utcára kerülő állatoknak a mennyisége, amit gyakorlatilag a magyarországi állatvédelem már képtelen fölvenni, képtelen kezelni, nincs annyi hely, mint amennyi helyre váró állat. Tehát szoktuk volt mondani, hogy az egyetlen három olyan fontos dolog van Magyarországon, az ivartalanítás és az ivartalanítás. Úgyhogy mi is ezt céloztuk meg a támogatási kérelmünkben. 5 vármegyére kiterjedően kértünk támogatási lehetőséget, 5 millió forint megítélt támogatást kaptunk a projektünkre. Heves megyére, Nógrád megyére, Hajdú-Bihar megyére, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére és Borsod megyére kértük ezekre a területekre, amik ahonnan tudjuk, látjuk mindennapjaink során, hogy mekkora problémát okoznak fölöslegesen megszületni hagyott szaporulatok, nyilván a már utcán élő, utcára került állatoknak az állománya. Alapvetően azért ezt az 5 vármegyét választottuk ki, mert nyilván éveken keresztül folyamatosan igyekszünk számokban mérhetően valamilyen mérhető adattal dolgozni, ami egyértelműen láttatja, hogy hol vannak az ország területén azok a gócpontok, ahonnan nagyon sok állat kerül ki, nagyon sok állat kerül be az állatvédelemnek a látóterébe, ahol folyamatosan problémát okoz a kóborállomány, ahol nyilván extra túlterheltek a szervezetek, a gyepmesteri telepek, ebrendészeti telepek, meg maguk a mellhelyek is, és hosszú-hosszú gyakorlatilag évek alatt egyértelműen látszik, hogy ezek a területek jelenleg a legproblémásabbak, ami nem jelenti azt, hogy az ország többi területén minden rendben van, mert ott is pontosan hasonló problémákkal küzdenek szervezetek, csak nyilván valamit nekünk is választanunk kellett, és mivel itt dolgozunk együtt évek óta más civil szervezetekkel folyamatosan, tehát itt van meg az a kapcsolati tőkénk, ahol ezt érdemlegesen is viszonylag hatékonyan szeretnénk kamatoztatni, ezért választottuk ezeket a vármegyéket. 5 millió forint támogatást kaptunk, ami összegszerűen szépnek és jónak hangzik. Igazából csepp a tengerbe, de hogy ez a csepp is iszonyatos segítséget jelent. Ebből az 5 millió forintból állatoknak az ivartalanítását céloztuk meg, tehát ezeknek az orvosi szolgáltatásának a díját céloztuk meg segíteni, és bízunk benne, hogy körülbelül a mi előzetes számításaink szerint közel 200 állat kerülhet ivartalanításra ennek a programnak a keretében. Ez az 5 vármegyében összesen értendő. Sajnos ennyi fér bele, tehát a jelenlegi szolgáltatási díjakat figyelembe véve igyekeztünk úgy számolni, hogy nyilván minél több állat bevonásra kerülhessen. Próbáltuk azokat a preferenciákat megtalálni benne, hogy viszonylag hatékony lehessen, hogyha 200 állatot be sikerül bevonnunk ebbe a programba, akkor az adott területen egy viszonylag érezhető könnyebbséget jelentsen a következő években. Tehát a célunk az, hogy olyan lakosságnál maradó lakossági, tehát a gazdás állatok kerüljenek a programba bele, ahol nyilván vagy azért, mert
az anyagi háttér nem engedi meg, vagy egyéb problémák miatt mondjuk az állatok ivartalanítására nem kerülhetne alapvetően sor. Tehát az a célunk, hogy olyan állatok kerüljenek be a programba, akik ott fognak maradni az adott területen, de nyilván az ivartalanítás elvégzése után már nem fognak újabb szaporulatot generálni évről évre, ami nyilván problémát okoz a szervezeteknek. Jelenleg hazánkban körülbelül 1 millió kóbor kutya és 4 millió kóbor macska van. Az ivartalanításra kért támogatást 5 megyére igényelték. Az Állatvédők Érdekvédelmi és Szakmai Szövetsége, mint ernyőszervezet vesz részt a programban. Minipályázat keretében tőlük hívhatnak le egy adott összeget a vármegyei civil szervezetek. Pontosan tudjuk, és föl vagyunk rá készülve, hogy itt is lényegesen magasabb lesz a beérkező igény a mi irányunkba. Tehát, hogy muszáj leszünk valahol meghúzni a határt, ez nyilván az összegszerűség értelemszerűen adja. Tehát ennek a felhasználását pedig rendes pályázati program keretében, mini elszámolások keretében a szervezetek felénk fogják benyújtani. Itt csak és kizárólag maga az orvosi beavatkozásnak, tehát az ivartalanításnak a beavatkozásának a költsége az az, ami elszámolható, illetve figyelembe vettük, és nyilván ezt nem kívánjuk a szervezetekre terhelni, hogy ma Magyarország olyan állat részesülhet állategészségügyi szolgáltatásában, aki mikrocsippel jelölve van. Tehát, hogyha az állatnak nincs, nem rendelkezik vele, de tulajdonoshoz köthető, akkor a mikrocsipp beültetésének a költsége is elszámolható majd a pályázat keretében. Két prioritás van, a már vemhesült gazdás állatokat és a nőstényeket szeretnék bevonni a programba, de nem zárják ki a hím állatokat sem. Ez azért fontos, mert egy nőstény évente kétszer ivarzik, ami évente 10 kis kutyát jelent. Ha 200 nőstényt ivartalanítanak, egy év alatt 2000 nem kívánt ebb megszületését előzik meg. Nem csak kóbor kutyáknak az ivartalanítását célozzuk ezzel a programmal, hanem nyilván a kóbor macskák, mert hogy ők is rengeteg problémát okoznak a településeken, a településeknek, illetve nyilván a természetvédelmi területeken és a kijárni hagyott macskák által okozott természeti károk azért azok jelentősek. Úgyhogy nyilván a cicáknak az ivartalanítását is célozzuk ezzel a projekttel, ameddig a keret összeg engedi. A program előre láthatólag tavasszal kezdődik, mert a frissen műtött állatoknak melegebb időre van szükségük a felépüléshez. Két nappal ezelőtt jubilált az évszázad mérkőzése. 1953. november 25-én Angliában fölényes győzelmet aratva írta be magát az aranycsapat örökre a labdarúgás történetébe. Az akkori válogatottat 70 évvel később is a magyar futball legsikeresebb együtteseként emlegetjük. Az évforduló alkalmából Hájer Zsigmonddal és Kerecsen Józseffel, a Kölcsei TV szerkesztőivel beszélgetek. Jó estét kívánok, szervusztok! Szia! Örülünk, hogy itt lehetünk. Ez egy olyan téma, amiről azt hiszem Józsival bármikor, bármennyit tudunk beszélni. Nem csak az aranycsapat és a 70 évvel ezelőtti 6-3, hanem maga a magyar futball. Tegyük hozzá, hogy nem tudom, a kedves nézők tudják-e, de Józsi aktív futballista, úgyhogy én, mint aki körülbelül 50 éve vagy 54 éve kísérem figyelemmel a magyar és a világ futballját, ülhetek itt, ő pedig gyakorló játékosként, aki minden nap itt az öltözőbe tölt és hallja a kortársai, csapattársai véleményét is a futballról, úgyhogy indítsuk is el valahonnan. Én meg majd a partvonalon kívülről figyelem a ti beszélgetéseteket, hiszen mind a ketten profik vagytok, bár nyilván a családom férfi tagjai révén azért nekem is van erről némi fogalmam, meg emlékeim, és pontosan ez a fantasztikus ebben, hogy egyikünk sem élt még, bár elég régóta pályán vagyunk, egyikünk sem élt még akkor, amikor ez a legendás mérkőzés lezajlott, de mégis mennyire élénken itt van köztünk ez. Igen, része a nemzeti emlékezetnek. Én valamikor a 70-es évek elején egészen kisgyerekként hallottam az aranycsapat nevét először. Ma könnyű dolga van mindenkinek, mert már ezeket a meccseket, vagy még régebbi meccseket is meg lehet találni a videó megosztókon, akkor azonban csak szájhagyomány útján terjedt az, hogy volt egy ilyen csapat, és lehetett hallani Puskás, Kocsis, Bozsik, Cibor nevét, és úgy gyerekként elképzelte az ember, hogy milyen lehetett. Mondjuk ez az időszak pont az, amikor nem a legsikeresebb napjét ért a magyar futball, akkor csúsztunk le először a világbajnokságról, 71-72-ről beszélek, és így még nagyobb volt a kontraszt. Az én édesapám fodrász volt, és egy fodrászüzlet akkor gyakorlatilag egy közösségi térként működött, és mikor szóba jött a futball, akkor csak azt hallottam, hogy bezzeg a Puskásék, és akkor még nem telt el 70 év a 6-3 óta, hanem mondjuk 11 néhány. És már akkor
ott volt, hogy fejem, hogy milyenek lehettek, mit tudhattak azok, amit a maiak nem. Aztán majd később szóba kerül, hogy úgy hozta az élet, hogy volt szerencsém én néhány akkor még élő tagjával megismerkedni az aranycsapatnak. Ennyi időtávlatából hogy látjátok, hogy mi volt ennek a csapatnak az igazi ereje? Mi volt ennek a sikernek a kulcsa? Elmondom, aztán átadom Józsinek a szót, ő pályán belülről lehet, hogy jobban látja. Vannak a futball történetében korszakos csapatok, és ahhoz az kell, hogy legyen legalább 3-4, de nem baj, ha több klasszis, olyan klasszis, aki kiemelkedik a kor labdarúgásából, és azon kívül még nagyon sok mindennek úgy kell működnie, és erre nem is igazán tudják a titkot, sem az edző, sem a vezetők, mert ha tudnák, akkor lehetne összerakni minden évben egy ilyen csapatot. Ott a társadalmi háttér, ami megint szóba kerülhet, hiszen az 50-es években azért az ország, Magyarország bezárkózva élt, történészek azt mondják, lehet azt mondani talán, mert mi is úgy tanultuk már később, hogy diktatórikus rendszerbe vezették az országot, és mint minden diktatúra, a sportot felhasználták arra, hogy valamilyen szinten legitimizálják külföld felé, hogy milyen gyönyörűen él ez az ország, és milyen sikerei vannak. És mivel erre volt egy olyan generáció a futballban, akik a háború után időszakról beszélünk, kitörést láttak a sportban, és más lehetőségük nem nagyon volt, és ezt utána tőlük is hallottam, mint egész nap futballozni, ezek már megteremtették azt az alapot, ami a későbbi szakmai hozzáértéssel párosulva, a jó menedzseléssel párosulva, a sikerességgel párosulva felvitt a világ akkori csúcsára. Pici hiány, hiszen a VB döntőt elveszítettük ezt a csapatot, de Józsi lehet, hogy másképp látja. Említetted a generáció szót, ez valóban egy olyan generáció volt, ami korszakos generáció. 1950-től 56-ig datálhatjuk gyakorlatilag az aranycsapatot, mint fogalmat, illetve mint garnitúrát. Ugyanis ennek az 53-as angol-magyarnak volt azért egy fontos előzmény, az 52-es Helsinki olimpia, amit már torony magasan megnyertünk, és éppen az angol szövetség volt az, aki felfigyelte erre a magyar válogatottra. Az angol szövetség pedig azzal az apropóval hívta meg a magyar válogatottat, hogy 1953-ban ünnepli 90. fennállásának 90. évfordulóját, tehát az angol szövetség. És gyakorlatilag ők voltak azok, hogy akik előre az évszázad mérkőzésének harangozták be. Tehát ez nem egy utólag kapott szlogenje ennek a mérkőzésnek, hanem ezt már előtte az angol média így harangozta be. Szóval nagyon nagy tisztelet övezte akkoriban ezt a csapatot. És tudni kell, hogy ez a csapat nagyrészt az akkori Budapest Honvédra épült, akik nyilvánvalóan egy nagyon jó kollektívát, egy nagyon jó baráti társaságot is. Egy összeszokott csapat volt. Illetve ehhez hozzátartozik az is, hogy a Sebes Gusztáv vezette stáb, az egy nagyon felkészült szakmai stáb volt. Tehát olyan innovatív, taktikai elemeket tartalmazott ez a csapat, például szélsők változtatták a helyeiket, nagyon kombinatív játék volt, tehát nem volt az a labdacipelős játék, amelyeket például az angolok vagy akár más csapatok is műveltek, szóval egy korát meghaladó játéktudásban, játék stílusban, taktikában egy korát meghaladó csapat volt. Ez hatással is volt aztán a futball további fejlődésére, egy nemzetközi szinten? Úgy gondolom, igen. Tehát azért ebből a fajta kreativitásból, a passzjátékból sokat vettek át egyéb csapatok is. Hát a világére, így az angolokére mindenképp, mert Angliában utána indult le egy olyan reform ennek a meccsnek a következményeként, aminek az lett a végeredmény, hogy 1966-ban Anglia világbajnokságot nyert. És ha már említetted, hogy mennyire meghaladta a korát, egy néhány évvel láttam teljes egészében a meccset, és ugye azt mondják, hogy a totális futballt a hollandok találták ki 70-es évek elején, a Cruyff-féle Ajax és a holland válogatott. Ezt a meccset, mikor néztem, akkor az volt az érzésem, hogy gyakorlatilag nem 4-2 lehetne a szünetben, hanem 8-2 is, hiszen megállás nélkül támadta le az angol csapatot, vette félben a labdát, és vezeti sorra-sorra a támadásokat. És amikor az ember nem csak a futballba lát egy olyan történést, ami történelmi, akkor még nem tudja, és akkor ott voltak a nézők, ott volt akkor még a tévé között egy gyerekcipőben jár, de emlékszem, hogy van egy olyan kép, hogy egy idős úriember ül, státusz szája bámulja, mint akinek leesett az álla. És később szembesültek azzal, hogy mekkora hatással volt ez, meg mekkora, nem is azt mondom, hogy meglepetés, mert ez a magyar csapatot jól ismerték, hanem mekkora forradalmi
tett volt ez, hogy ilyen játékkal lehetett Angliát ilyen arányban, vagy ilyen különbséggel legyőzni. De maguk az angol játékosok is így élték ezt meg. Abszolút, és azóta is hallatlan tisztelet övezi eztnek a mérkőzésnek a részvevőit, a magyar válogatottat, és hát emlékeztük a világklasszisokat, de nem mehetünk el szó nélkül Puskás neve mellett, mert ennek a csapatnak a pályán és a pályán kívül is ő volt a kovásza. És tényleg korszakos egyéniségről van szó, ha csak a magyar pályafutását nézzük, akkor így, de utána azt sokáig nem tudták idehaza, mert ugye nem írtak róla az újságok, meg nem publikálták, hogy ő a Real Madridban még utána 30-on túl befutott egy ugyanilyen karriert. És jártam Madridban, jártam a Bernabeu stadionban, látom, hogy mekkora tisztelet övezi ott azóta, és négyszeres spanyol gólkirály, máig ő az, aki legtöbb, most már bajnoki ligája, akkor megdöntőben 4 gólt rúgott, tehát nincs igazán hozzáfogható játékos is, nagyon kevés van, vannak olyan rangsorok, ahol Maradona és Pelé elé tették őt, és ő volt az, aki ezt a csapatot gyakorlatilag összetartott, és a nevével azonosítják ezt az aranycsapatot, meg a magyar futballt és a magyar válogatottat is, és ez még a mai napig így van. Azért abba belegondolni, hogy mi lett volna a magyar futballal, hogyha a történelem nem szól közbe, ez egy érdekes. Igen, hát igen, a futballban nincs, de érdekes módon alakult volna. Pont most olvastam egy publicisztikát, ahol felvetették, hogy marad az aranycsapat együtt, és volt még 2 korszakos futballista, szintén ebből az időszakban Kubala László, aki a Barcelonának lett a legendája, és Nyers István, aki olasz bajnok, olasz gólkirály lett többször, és koruknál fogva ők hamarabb, akkori szóval élve diszidáltak, emigráltak, hogy ha még ők is ott vannak ebben a csapatban, akkor még nagyobb sikerekre lehetett volna képes. Minden esetre visszatérve erre a legendás mérkőzésre, azért abban mégiscsak beváltak a számítások, hogy óriási sajtóvisszhangja volt, nemzetközi sajtóvisszhangja ennek a meccsnek, tehát az, hogy Magyarország hírét és akár a diktatórikus Magyarország hírét vitték, ez valóban meg is történt. Valóban megtörtént. A ketté kell osztani, mert tényleg a nemzetközi sajtóvisszhang is nagyon komoly volt. Az angolok hatalmas tisztelettel beszéltek a magyarokról, a magyar csapatról, Puskásról egyénileg. Tényleg azt kell mondani, hogy megkapta Magyarország azt a figyelmet, amire igazán vágyott, pláne, hogy az a szocialista diktatúra szintén vágyott erre a figyelemre, és ahogy a magyar válogatott hazatért Angliából, akkor rá is feküdt erre a vonatra az állam, és gyakorlatilag a játékosokat az állami dicsfénybe emelték, hogy ez bizony ennek a bizonyos szocialista diktatúrának köszönhető. Természetesen ez egy kettősség, ők ezt a lehetőséget kihasználták, viszont valóban a nemzetközi sajtóvisszhangja is igen csak komoly volt ennek a mérkőzésnek. És hát az angolok ugye nem nyugodtak bele, volt egy visszavágó is ennek a meccsnek, mert utána Budapesten is megmérkőzött a 2 csapat, és ott pedig 7-1-re nyert Magyarország, bizonyítva, hogy nem volt véletlen, még kifutott eredmény volt az a 6-3. Igen. Hát ugye az ezt követő évtized, legalábbis ott, ugye beszéltük, hogy az 56-os forradalomig datálható az aranycsapat, azért voltak még ott Európa-bajnoki 3. helyezések, 4. helyezések, 2 olimpiai győzelem, tehát azért volt még remény arra, hogy valamelyest ez a szint ez tartható lesz, mégis tudjuk azt, hogy 1986 volt az utolsó Mexiko világesemény, amin Magyarország részt vett, és hát ott a nagy várakozások ellenére csúfos vereséget szenvedett, vagy csúfos kudarcot vallott a válogatott, miután kaptunk egy 6-ost a jugóktól, szóval igen, hát szovjetektől. Viszont, hogy említette Józsi a 86-ot, hogy említettétek, egy picit még talán van egy pár percünk, azóta most a 3. Európa-bajnoksága sikerült kikerülnünk, úgyhogy aktuális vizekre vezünk. Most épül egy olyan válogatott, amelyet már, hát ugye ismerjük a szurkolókat, van, aki már az aranycsapathoz mér, viszont van egy olyan Szoboszlai Dominik, akit, ha csak az árát nézzük, akkor lehet, hogy beleillik majd abba a vonulatba, hogy olyan sikereket ér el, mint a Puskásék kényszerből külföldre került csoportja, mert ugye a Puskás mellett azért ne felejtsük, hogy Kocsis Sándor a Barcelonát erősítette Ciborral sokáig, és azért ott is nagyon szép sikereket értek el. Akkor hadd kérdezzek most én egyet, Józsitó, te mint aktív futballista, hogy látod a ti korosztályotoknak és a játékosok körében milyen visszhangja van a mostani válogatott sikereinek és a mostani válogatott szellemiségének, mert talán lehet azt mondani, hogy ennek a mostani csapatnak van egy szellemisége is. Egyet értek, és tényleg amikor játszik a válogatott, akkor csak erről beszélünk. Tehát
azt kell, hogy mondjam, hogy baráti társaságban, a csapat körében, viszont tényleg azt is el kell mondani, hogy a családok, aki napi szinten, heti szinten nem néz futballt, akkor is leül a képernyő elé, ha a magyar válogatott játszik, mert egyszerűen egy olyan eufórikus érzés fogja el szerintem manapság a lakosságot, és a futballhoz nem igazán közel állókat is, amely egyedülálló. Tehát szerintem... évtizedeken keresztül azért kiéhezett ez a társadalom arra, hogy sikerek legyenek a futballban. Igen, igen. Nemzeti összetartozás, identitás erősítés, tehát a sportnak mindig megvolt ez a szerepe. Még egy picit megint visszautalva a németek, abszolút elmondják, hogy az 54-es VB győzelem azt jelentette Németország számára, hogy 9 évvel a világháború befejezés után visszakerült a nemzetközi térképekre. És gondolom az ember, hogy egy futballmeccs, és kiderült, hogy nagyon sokkal több van benne, és a futballban is én azt hiszem, hogy sokkal több van, sajnos vannak negatív felhangok is, néha negatív történések, de a nagy egészet nézzük, akkor látunk egy világbajnokságot, és azért is volt fáj, hogy sokáig hiányoztunk, reméljük már nem kell sokáig várni, de egy ebén is, amikor 20-30 ezer ember kimegy szurkolni egy válogatottnak, és a szurkolói zónákban jó hangulat, közös vonulások, egyen öltözet, közös éneklés, közös öröm, tehát az tényleg egy olyan dolog, amit azt érzi, aki ezt átélte. A futballistáknak meg, amikor elmondják ilyenkor, ha valamiért érdemes elkezdeni futballozni, akkor ez az. Egy utolsó, és nagyon rövid, mert nagyon rövid az időnk. Ti mit láttok ebben a mostani csapatban? Azt mondtad, az aranycsapatban azért ott volt 4-5 olyan nagyon komoly kulcsember. Ebben a csapatban mit láttok így az EB előtt? Én azt mondom, hogy Szoboszlai Dominik az kiderült, hogy abszolút kulcs szereplő, nem segít a Liverpoolban is. Van 3-4 olyan futballista még mellette, aki helyzet bajnokságban játszik, vannak még fiatalok is, tehát én potenciált látok, én még azt hiszem és bízom benne, hogy ez a kijutás nem az út vége volt, hanem még valaminek a kezdete. Igen, hát klasszis játékosból, világklasszis játékosból valóban egy van, viszont az gondolom, hogy egy olyan nagyon erős kohézió van a mostani csapatban is, amely predesztinálja arra a csapatot, hogy akár ismét egy nagy eredményt érünk el. Legyen úgy, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, nekem egy élmény volt, köszönöm. Köszönjük szépen. Más területen is fontos dátum, november 25-e, ekkor tartják a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapját. Ez alkalommal a Nyíregyházi Áldozatsegítő Központ tartott tájékoztatót, a Vármegyei Rendőrfőkapitányság, valamint a Család és Gyermekjóléti Központ közreműködésével. Az eseményen hangsúlyozták, a hatóság, az alap és a szakellátás emberei szorosan együttműködnek az áldozatok megsegítése érdekében. Az Ungvár sétány elején nyitott meg 2021. decemberében a Nyíregyházi Áldozatsegítő Központ. Az elmúlt 2 évben közel 1500 bajba jutottat támogattak. A szervezet munkájára a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából hívták fel a figyelmet. Egy országos hálózat épül ki a bajba jutottak megsegítésére. Itt a bűncselekmények áldozatait értjük, de a szolgáltatásainkhoz nem szükséges büntető feljelentés. Tehát az is fordulhat hozzánk, aki csak úgy érzi, hogy áldozattá vált, de még hatósághoz nem fordult. Az a cél, hogy biztosítson az állam egy felületet a bajba jutottaknak, ahol minden hatósági milliót nélkülözve egy nyugodt környezet fogadhatja őket, és elmondhatják a panaszukat egy segítő beszélgetés során. Szakemberektől kérhetnek tanácsot, érzelmi segítséget, pszichológust. A jellemző az, hogy tipikusan hozzánk a megnyitásunk óta vagyon elleni bűncselekményekkel összefüggésben kerestek meg minket. Több mint, vagy közel 1500 bajba jutotton voltunk kapcsolatban, illetve közvetlenül is igénybe vett akár pénzügyi, akár jogi, akár érzelmi, pszichológusi segítséget. Ezek egy része, vagy inkább azt mondanám, ami így össztársadalmilag és így a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjához kapcsolódóan a kapcsolati erőszak bűncselekménye az olyan 20%-os arányban jelenik meg nálunk, illetve ez úgy látjuk, hogy ez az elkövetési mód, ami nagyon nagy hatást fejt ki, tehát nem csak abban a kontextusban, hogy egy párkapcsolaton vagy egy családon belül történik ez, hanem ez kihat a gyermek iskolai eredményeire, kihat a baráti kapcsolatokra, a munkahelyen is érzékelik azt, hogyha valaki bajba jut. Tehát ez egy össztársadalmi probléma, és mindenkire rányomja a bélyegét. Itt közvetlenül látni kell azt, hogy az áldozatsegítő központ csak egy eleme azoknak a szervezeteknek, akik segítséget tudnak nyújtani, tehát egy védőhálónak vagyunk mi egy szeme. Ez például ott is tetten érhető,
hogy az igazságügyi szolgáltatások közül, például, hogyha egy bántalmazott hölgy hozzánk fordul, lehetősége van arra bizonyos feltételek esetén, hogy ingyenesen kapjon jogi segítséget, mondjuk a válás vagy a bontóper elkezdéséhez, vagy a távoltartás elrendeléséhez, ha egy beadványt kell szerkeszteni. Itt ugye kapásból közre kell működnie a rendőrségnek, a kormányhivatal igazságügyi osztályának, illetve az áldozatsegítő központnak. Tehát ez egy közös munka, aminek mi egy elemei vagyunk. Azért kerülöm a számok emlegetését, mert ez szerintem elvonja a fókuszt a lényegről, hiszen olyan súlyos bűncselekményekkel fordulhatnak hozzánk, mondjuk a szándékos személy elleni erőszakos bűncselekmények halálesettel, vagy maradandó fogyatékosságot elszenvednek a bűncselekmény következtében, és volt olyan kapcsolati erőszak áldozatunk, aki maradandó fogyatékosságot szenvedett el a bűncselekmény következtében, tehát ezt nem lehet egy számmal kifejezni, hogy ez mekkora pusztítást és rombolást visz végbe, akár az áldozat szűkebb környezetébe, de a teljes társadalomra, hiszen ez megjelenik az újságokba, a híradásokba, mindenkinek a biztonságérzete egy picit sérül, mindenkit megráz. Tehát ezért igazából nem is készültem pontos számokkal, de ez az oka, hogy szerintem ez az a terület, amit nem lehet a statisztika nyelvén kellően alátámasztani, hiszen emberi sorsokról van szó, és azt a felelősséget kell éreznie minden segítő szakembernek, hogy esetleg, ha ez egy családban történik, ott milyen mintákat örökítünk át. Számomra is megdöbbentő, hogy például sokáig élt bennem az a sztereotípia, hogy ez csak az idősebb korosztályt érinti, hiszen az ő neveltetésük még olyan volt, hogy az édesanyja szoknyája mindent eltakar. De azt kell, hogy mondjam, hogy nem lehet ezt így kijelenteni. A valóság azt mutatja, hogy bárki válhat akár kapcsolati erőszak áldozatává, és ugyanazok a reflexek kapcsolódnak be egy 20-as éveibe járó hölgy esetében, mint egy 50-es, 40-es években járó hölgy esetében. A tájékoztatón elhangzott, a kapcsolati erőszak össztársadalmi probléma, abban az értelemben, hogy a bántalmazás kihat az áldozat és a családtagok baráti, munkahelyi kapcsolataira, iskolai teljesítményére. Az áldozat segítő központ többek között a rendőrséggel, valamint a család és gyermekjóléti központ szakembereivel is szorosan együttműködik. A mi intézményünk jogszabályi kötelezettség okán működteti Nyíregyházán a jelzőrendszert. Nyilván ez a legnagyobb kapocs, ami összeköt minket, hiszen az áldozatsegítő központtól is több olyan jelzés érkezik, aminek kapcsán mi felkeressük az adott családot, és amennyiben tudunk, alapellátás keretében segítséget nyújtunk, de amennyiben már bántalmazásról esik szó a jelzésben, abban az esetben a mi intézményünk is mérlegelés nélkül megteszi a hatóság felé a jelzéseket, és természetesen mellette azért igyekszünk a családnak segíteni. A jelzőrendszer az egy nagyon-nagyon fontos területe az intézményünk működésének, hiszen azon tagok, akik az oktatási nevelési intézményben, az egészségügyi intézményben, a szociális intézményekben, büntetés végrehajtás rendőrségnél dolgoznak, ők találkoznak olyan veszélyeztető tényezőkkel, olyan bántalmazással, elhanyagolással, aminek kapcsán jogszabályi kötelezettségük megtenni felénk a jelzéseket. Ez rendkívül fontos, hiszen például egy oktatási nevelési intézményt nézzük, és egy kiskorú gyereket veszünk, akkor a gyerekek, mi azt szoktuk mondani, hogy mindig tünethordozók. Hogyha az ő viselkedésük megváltozik, hogyha valami nem stimmel, akkor annak az okát a családban meg kell keresni. Éppen ezért a jelzést követően kimegyünk a családhoz, felvesszük velük személyesen a kapcsolatot, és megtesszük a szükséges intézkedéseket. Ugye él a sztereotípia, hogy a családi erőszak, a családon belül bántalmazás az mondjuk az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező szülőknél, családoknál gyakoribb. Ugyanakkor az önök intézményében a különböző szolgáltatások vannak, és ez alapján ez a sztereotípia megdőlni látszik. Ön mit tapasztal? Ez teljes mértékben így van. A szolgáltatásaink azt mutatják, hogy nagyon sok esetben magasabban kvalifikált ügyfelek megjelennek. Nyilván ez egy jelenlegi helyzet, amiben élünk. Én azt gondolom, hogy ha csak a boltban, a sorban állást nézzük, ott is nagyon sok türelmetlen emberrel találkozunk. Hát az ügyfélkörünkben is így van ez, és nagyon sokszor a türelmetlenség, a feszültség, az agresszió nagyon sok mentális problémával
tudásulva jelentkezik. Természetesen, amikor egy családban egy adott probléma felüti a fejét, nagyon gyakran halmozódik, és egyéb más problémával karöltve jár. Nagyon egyszerű példával élve, ahol a család egyik tagja munkanélkülivé válik, akkor azzal már családi problémák, mentális problémák is társulnak, tehát ezeket a problémákat már komplexen egészében kell néznünk, és kell segítséget nyújtanunk. Az áldozatok védelmében a Vármegyei Rendőrfőkapitányság is szorosan együttműködik a szervezetekkel. Milyen közös kapcsolódási pontok vannak az áldozatsegítő központtal? Kezdettől fogva szoros az együttműködésünk, ugye működik az opt-out rendszer, ami arra hivatott, hogy segítse az áldozatokat. A rendőrség átadja azoknak a sietettek az adatait, akik segítségre szorulnak bűncselekmény követekre sérelmükre, és így lehetőség nyílik arra, hogy az áldozatsegítő központ ténylegesen az eszköztárából segítséget nyújtson. Ezen kívül rendszeresen konzultálunk, hogy mi hogy lehetne együttműködni. Ez a mai apropó is teljesen jó volt arra, hogy közösen hangsúlyozzuk a téma aktualitását. Tehát igazából ezzel szárra kapcsolódunk hozzájuk, és konkrét ügyekben is fordulhatnak hozzánk bármikor, hogyha valamit nem tudják elérni a sietettet például, vagy bármilyen más olyan dologra van szükség, ami az ügyben tudható meg, és az áldozat segítése szükséges, akkor állunk a rendelkezésükre. Ugye a hatóság az, akinek a segítségre támaszkodva az alapellátás, a szakellátás akár időt is nyerhet. Mit tehetnek, mik az első lépések, amik a hatóság elvégezhet ilyen esetekben? Ugye mi szempontunkból a legfontosabb az, hogy tudomást szerezzen a áldozatsegítő központ arról, hogy ki az, aki segítségre szorul, hogy el tudja őt érni, meg tudja a címét, a telefonos elérhetőségét, illetve nyilván adunk információt arról is, hogy milyen lelki állapotban van, milyen segítségre szorul, hiszen a kihallgatás során sok mindent megtudunk a sértettekről, hogy mi lenne az a szükséges segítségnyújtás, ami leginkább az adott tárgykörben neki tényleges segítséget jelent, úgyhogy információt adunk át, adatokatunk át ezzel összefüggésben, tehát gyakorlatilag minden olyan dologban együttműködünk velük, illetve kézzelfogható segítséget nyújtunk konkrét ügyekben, konkrét személyekkel összefüggésben, ami aztán azt eredményezi, hogy a kárenyhítés, a magának a cselekménynek az elviselése, vagy a tovább lépés, akkor az sokkal könnyebb. A rendőrségnek van eszköze arra, hogy az elsődleges lépéseket megtegye a rendőr intézkedések keretében. Ugye ebben van benne a ideiglenes megelőző távoltartás jogintézménye. Ez a 2022-es évben 157 esetben fordult elő. Javarészt azért férfiakat tartanak távol a családjuktól, a nőktől, a sértettektől. Ez a szám egy ugye viszonylag magas szám, országosan sem kevés. Lehet azt mondani, hogy a korábbi évek tendenciáját követi, és az idei év is úgy tűnik, hogy nagyjából e körül fog majd konkretizálódni. Azt gondolom, hogy nyilván mindig csak akkor rendelünk el ilyet, amikor jó körbevástyázva, szakmailag is jogszabályi háttérrel ez ténylegesen indokolt, és ténylegesen segítséget nyújt a sértetnek, az áldozatnak. Igazából az, hogy most sok vagy kevés erről lehet beszélni, az biztos, hogy sokkal inkább, sokkal jobban átfogja mindenki a tudatát, hogy ez társadalmi probléma, a nők bátrabban kérnek segítséget, és nyilván a rendőrség intézkedik, akkor amikor a feltételé fennállnak, akkor alkalmazok ezt a jogintézményt. A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapját 1981 óta november 25-én tartják az ügyért küzdő aktivisták. Az ENSZ közgyűlése 1999-ben nyilvánította ezt a napot a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napjává. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán jelentkezünk, akkor többek között Kálló Semjén idei fejlesztéseivel foglalkozunk majd. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!